Remélem, hogy nézegetik a Bonum magazint, mert hogy visszakerültek ugye a nap eseményei a műsorfüzetünkbe, és olvashatják a holnapi napon, hogy 1914-ben ezen a napon született Szolnokon Boldog Sándor István, szalézi szerzetes testvér vértanú. Erről fogunk, az ő életéről fogunk beszélgetni most. Itt van már velem a stúdióban Havasi József atya, szalézi szerzetes papolt tartományfőnök, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is elolvastam Sándor Istvánnak a életrajzát. Ő 1914-ben 26-án született. Szolnokon. Mit tudunk az ő életéről? Hogyan találta meg a hivatását? Hogyan lett pap? Hát ugye Szolnokon egy munkás családból származott, és hát nagyon vallásos volt a család. Ő minden nap ment misére, és a Szolnokon a ferences atyák voltak ott, és szeretett volna egy szerzetbe lépni, és hát ugye megismerkedett a szalizi értesítővel, azon által Don Bosco fiaival, szaliziakkal, és azt a ferenci atyáktól kérte, szép volt a ferenci atyák, nem magunknak tartották meg, hanem hozzánk küldték, és így lett aztán. Jó szívűek voltak, igen, a ferenci atyák. Igen, így jött hozzánk. Egy testvér volt, ugye a mi rendünkben vannak a papok és testvérek, de ezt ki szeretném hangsúlyozni, semmiféle különbség nincs nálunk testvér és pap között. Annyiban van különbség, hogy házfőnök nem lehet testvér, csak pap. Különben minden munkát, minden állást be tudnak tölteni. Itt Sándor István hozzájött Rákospalotára, ott még jobban megismerte a szaliziakat, és jelentkezett, hogy noviciátusba, és hát öreg fővel már majdnem 25 éves volt, amikor jelentkezett a noviciátusba. Hát miért volt ez öreg akkoriban, mikor léptek be a testvérek közé, vagy miért mondja azt, hát igen, József atya, hogy öreg én volt? Én például 16 éves korában léptem be a rendbe, most már nem létezik, most már legalább 18 éves kell lenni a noviciát, én pedig 16 éves voltam, amikor elkezdtem a noviciátust. Hát akkor mondjuk tényleg akkor öreg volt már. És hát Rákospalotára került, ott ismerkedett meg jobban még a szaliziakkal, és hát jelentkezett a noviciátusba, elvégeztem ez nyáradon a noviciátus, sajnos meg kellett neki szakítani a noviciátus, és behívták katonának. Tudnék, a háború előtt a papoknak nem kellett bevonulni, a testvéreknek be kellett vonulni katonának, és hát ő bevont kétszer is, és a híradóknál volt, ő részt vett a fronton is, ott volt a nehéz időkben, és szerencsére időben hazajött. De még azt olvasom, hogy a 40-es években végig nyomdában dolgozott. Igen, nyomdában, nagy nyomdánk volt, Don Bosco nyomda volt, Márkospalotán, most Újpesthez tartozik, a szalizi nyomda volt, ő ott elsajátította a nyomdamesterséget, és ő lett a számít később nyomda vezetője is. Mik készültek ebben a nyomdában? Hát akkor hatalmas tömegeket nyomtattunk, vallásos könyveket a Don Bosco nyomdában, szalizi nyomdában. Most ugyan megvan, most a Don Bosco nyomdának hívjuk, ugye. Mi volt a háború ideje alatt? Háború alatt még ment nyugodtan, 48-ig, a 48-ban akkor államosították a nyomdát, és akkor Sándor István is, hogy ilyenek áras nélkül maradt, mert a nyomda megszűnt. És ott volt Rákospalotán a Sakresébe, ő irányította, ő volt felügyelője a munkás ifjúságnak, úgynevezett inasoknak, és ott dolgozott Rákospalotán. Hogyan kezelte az ifjúságot, vagy hogyan vezette a fiatalokat? Hát ő nagyon egy karizmatikus ember volt, érdekes, én ismertem, hogy volt, de olyan száraz humora volt neki, de nagyon-nagyon tudott a fiatalokkal bánni, és nagyon-nagyon szerették a fiatalok. Úgyhogy miért? Vagy mi volt az a kis fűszer, ami hát érdekes, volt benne? Ugye ránézett valaki, úgy nézett ki, hogy mondom, nincs semmiféle vitalitás benne, de nagyon-nagyon humoros ember volt. 1950-ben pedig, ahogy a többi rendet, úgy a szalézi hát rendet is 1950-ben felosztották a rendeket, igen. Neki a Rákospalotát is. Ugye tudni kell, mert Rákospalotát először már a kollégiumot, meg a nyomdát már előtte államosították. 50 pedig a rend, mindenkinek el kellett hagyni a rendházat, neki is. És egy darab még sekrestéskedett, de utána elment a Perszilhez dolgozni, munkás volt. A Perszilnél dolgozott. Egy másik, de álnéven. Álnéven, Kis István néven. Egyik rendtárs vitte oda dolgozni, és hát ugye már akkor fölfigyeltek rája, mert ő nem hagyta abba a tevékenységét,
mivel a fiatalok nagyon szerették, állandóan fiatalokkal foglalkozott, sőt még az ávós fiatalokkal is, és ez lett neki aztán a veszte, mert ugye ezt nem tudta az akkori kormány megbocsájtani, hogy ő még a fiatalokkal, katonákkal, ávósokkal is foglalkozik. De hát a gyárban dolgozott, gondolom akkor maga köré gyűjtötte ezeket a fiatalokat? Igen, nem, a volt növendégeket. A gyárban is nagyon, még kitüntetés kapott a gyárban az ő szociális munkájáért, ifjúsági foglalkozott. A Perszé gyárban kapott kitüntetést is. Ő ugye azt tudni kell, hogy nekünk ott a kollégiumunk volt, Inas otthon volt, és akkor amikor megszüntették a rendet, ezek a inasok is, akik ragaszkodtak hozzá, továbbra is kapcsolatot keresték vele, és ő maga oktatta őket hittanra, elment ki például a hegyekbe, a budai hegyekben ott volt az elő, ott tartott összejöveteleket, és hát fölfigyeltek rája, és az előjárak figyelmeztették őt, hogy hát ne csinálja tovább, mert ugye már nagyon éget a talaj a láb alatt, de ő azt mondta, hogy neki ez a kötelessége. A rendtársak hogyan tudtak működni 1950 után? Ők is akkor így szétszélettek? Hát igen, hát én is 50-ben minket is elhazaküdtek, 50 június 13-án hagytuk el a rendházat, és utána a földön futónk lettünk. Néhány papot fölvettek még papi szolgálatba, a legtöbb pap, aztán kispap, mint földön futó lett, legtöbb pap után vagy sekressész, vagy munkás, így Sándor István is a Perszélbe dolgozott, de továbbra is belekapcsolódott a ifjúság nevelésébe. Aztán 1952-ben tartóztatták őt le. Hogyan történt ez? Vagy hát ugye, említettem, már nagyon égett a talaj a lába alatt, és az előjárók figyelmeztették is, sőt, egy hamis útlevelet is szereztek neki, kérték, hogy hagyja el az országot, mert tudták, valami baj lesz. El is ment majdnem Szombathelyig, és akkor meggondolta, visszajött. Azt mondta, hogy neki az a kötelessége, hogy magyar tovább és a fiatalékkal maradjon. És aztán így aztán nem őt tartóztatták le először, például akkori tartományfőnököt, Ádám atyát előbb letartóztatták, és őt aztán úgy június körükét tartóztatták. Tudom, emlékszem, amikor Ádám atyát letartóztatták, én voltam vele utoljára, ő akkor a angyalföldi plébánián volt megtűrve, mint lelkész, de úgynevezett státuson kívül, és akkor én segítettem neki behordani a szenet, meg minden télire, és akkor azt mondja, hát majd együtt vacsorá, együtt ebédelünk, megyünk haza. Azt tudod, mit te menj előbb haza, én itt maradok még. És akkor kimentem a plébániáról, láttam, ott overával feküdtek az emberek. Azt hittem, hogy dolgozók, és hát én hazamentem, és Ádám atya utánam jött, azt letartóztatták a villamoson. Így szerencsém volt, talán együtt lettünk volna, akkor én is bekerültem volna, úgy, mint a Dániel Tibi az én társam, kispap társam. És József atya hogyan vészelte át ezt az időszakot? Hát ugye 56-ig itthon voltam, és 56 után kísérült kimenni először Ausztriába, Bécsbe, és onnan kiküldtek minket utána Olaszországba, hogy fejezzük be tanulmányainkat, mert teológiát még 2 évig tudtam Vácon tanítani, 52-ig, 52 volt, onnan is elbocsájtottak minket, és 56-ban mentem ki. Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza még Sándor Istvánra, boldoggá avatták. 4 évvel ezelőtt volt, igen. 2006-ban indították az eljárást. Igen. Hogyan zajlott ez, vagy itt mi volt a fő indok? Hát ez volt ugye, nálunk minden 6 évben van káptalan, főkáptalan, és hát ugye 3-szor lettem részt a főkáptalan, és akkor én ott beszéltem azzal a rendtársal, aki intézi a boldogavatszenti javatásokat, és mondtam neki, azt mondja, te, ez nagyon jó, adjátok be is. Hát ugye így aztán Róma rendfőnökség átvette Sándor Istvánnak a boldogavatás ügyét, a Szőke atya rengeteget dolgozott itten, és így beadtuk a dokumentumokat, minden, és ez hál' Isten 4 évvel. Nagyon hamar ment a szenti javatása. És azt is olvasom, hogy ez volt a 100. évfordulója a magyar szalézi tartománynak. Ugye a Magyarország 13-ban telepettek le a szalésziak, megünnepeltük azt is, 100 évvel ezelőtt érkeztek, 13-ban érkeztek ma szalésziak ide. Hogyan őrzik az emlékét Sándor Istvánnak? Hát először is ugye a Clariceum Újpesten, ott az a templom, ahol sekresséskedett, az úgynevezett a Zarándok helynek a központja, egy kis múzeumot alakítottunk ottan ki, és hát sokan jönnek megtekinteni. Sok dolga nem maradt, mert ugye egy szerzetnek nincs dolga,
sajnos relikviánk sincsen, mert azt se tudja, körülbelül tudjuk, hol van eltemetve, de nagyon nehéz ezt utána nézni és kihantolni, mert őrült pénzbe kerülne. És a szalézi testvérek, a szalézi papok hogyan őrzik az emlékét, vagy ha úgy is kérdezhetném, hogy mit tanulhatnának Sándor is? Hát elsősorban az ő lelkipásztori buzgóságát, az egy, úgy szeretném kihangsúlyozni, ugye, amikor letartóztatták, nem minden rendtárs nagyon újongott ezért, mert ugye őt szalézit vitték a börtönbe, ő általa, ugye a tartományfőnököt, annak a helyettesét és így tovább. De ma boldogok vagyunk, hogy bemutathatjuk, hogy volt, aki a nehéz időkben is megállt a helyét és kiállt a hivatásáért. És ahogy mondta is József atya, nem volt azért olyan vidám, vagy hát ugye a szalíziakra jellemző nem, ez vidám, a nem azt mondom, hogy vidám volt, inkább de ilyen száraz volt, vidámsága volt. Ugye néha ugye olyan dolgot mond, például mondok egy példát, hogy a filmben is benne van, ugye oratórium van nálunk, a gyerekek játszanak, és volt ez a ringbispér, és akkor kiabált egy gyerek, hogy Sándor atya, hajtson meg a ringbispért, azt mondja, hajtson meg téged a darmot. Ugye? Ilyen, ugye, nem igen ismerik egy hasajtót, tehát ilyen viccesek tudod azonnal reagálni. De különben van maga, amikor valaki először találkozott, az olyan száraz embernek nyújtotta. És hát sokan kérdezték, milyen volt, mint a többi, a szentek az emberek, ugye? Mint a többi. Nem lehetett rajta látni, hogy szent. Nagyon szépen köszönöm József atya a beszélgetést, hogy együtt emlékezhettünk.